16-as, dicső szabadságharc és forradalom emlékét ünnepeljük. Azért a forradalomét, amely végigsöpört egész Európán, és amelynek eseményei aranybetűkkel írottak be Európa és Magyarország történelmébe. 1848. februárjában Párizsban kitört a forradalom. A forradalom hírére egész Európa megmozdult. Márciusban a forradalom elérte Magyarországot is. Petőfi Sándor, forradalmár, költő és nemzeti hős, aki ma is köztünk él, utcáink nevében, szobrainkban és verseny keresztül. Akinek neve egy évát, március 15-ével. Műsorunkkal neki szeretnék emléket állítani. Az ő szavaival szeretnénk a forradalom kirobbanásának eseményeit felidézni, amely szavakat naplójából és forradalmi verseiből idézünk. Fogadják szeretettel műsorunkat! Te csillag, te a népek hajnal csillaga! Üdvözlét születésed napján, magyar szabadság! Először én üdvözöllek, kiimádkoztam és küzdöttem érted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, időn nélkülöztelek téged. Ó szabadságunk, légy hosszú életű a földön, így ameddig csak él egy magyar. Két nappal korábban. Micsoda nyomorúság, kérni akarni, minden az idő arra jut, követelni kell, nem papírossal lépni a trón elé, hanem karddal. A fejedelmek úgysem mondnak sosemmit, azoktól, amit akarok, el kell venni. Az éj nagy részét ébren töltöttem, feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel együtt, ki mindig buzdítólag áll gondolataim, terveim előtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állt előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. A forradalom legelső lépése szabaddá tenni a sajtót. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot. És rálövöldöznek? Isten neki! Ki várra tenni ezt a halált? Március 15-e. Korán reggel az ifjak kávéházába siettem. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, és ez késő estig tartott. De a lelkesedés olyan, mint a görög tűz. A víz nem oldhatja el. Sehonnai bitang ember, ki most a kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
akar, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk, ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, virágkentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére Vasvárt és engem neveztek ki küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, amelyet ezreként osztottak szét a nép között. Ma született meg a magyar szabadság, mert ma szett a sajtóról a bilincs. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. Aláírta a polgármester a 12 pontot, és a sokasságnak az ablakból lemutatta. Budára! Budára! A helykatú tanácshoz! Nyitassuk meg Táncsi börtönét! Budára! Legalább 20 000 ember kíséretében fölmentünk Budára a helytartó tanácshoz. A nagy méltóságú helytartó tanács sápat, vala és reszketni méltóztatott. És 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A diadal tökéletes volt. Nem csak fölmentünk, de vissza is jöttünk Budavárából. És a sajtószabadságon kívül lehoztuk az irodalmi működésért tömletbe zárt Táncsics Mihályt is. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyeken napot örökre emlékezetessé teszik a magyar történetben. Írtam azt, amire lelkem istene ösztönzött. Lelkem istene pedig a szabadság. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedbe, annyi ilyen által, mint kísértet, kerestünk mi égen földön téged. Ne félj semmit, megvédünk, csak egy szót, csak emeld fel, csak mozdítsd meg zászlót, s lesseleged 1000 és 1000-nyi, kész meghalni, vagy diadalt nyerni. Thank you.
katonák! Elég volt már a furiából, riadjatok meg harsonák! Trombita, alsó, dobberek, kész a csatára a sereg! Előre! Süvít a golyó, cseng a kard, ez lelkesíti a magyar! Előre! Föladászva a magasra, egész világ halláthassa! Előre! Hadd lássák, hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság! Előre! Véres a föld a lábam alatt, lelőtték a pajtársamat! Előre! Én sem leszek rosszabb nála, berolnak a halálba! Előre! Ha lehull a két kezünk is, ha mindjárt ott veszünk is! Előre! Ha el kell veszni nosza, mi veszünk el, ne haza! Előre! Katonák, katonák,
utazását követően kivonulunk a faluház partjába, a Petőfi szoborhoz. Volt egyben község képviselete nevében Tarács Gábor polgármester, Kispati Péter alpolgármester, valamint az Áldanyelő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviselete nevében Ocskó Zoltán intézményvezető és Kálmán László helyezik el az emlékezés koszorúit. Ezt követően az alsó tagozatos tanulók köszönti nemzeti ünnepünket saját készítésű zászlók elhelyezésével a szobor körül.